163. rész. Ez bizony nem lesz könnyű Gülszümnek. Jó, és akkor szerinted mit csináljak? Ugyan haver, ne légy dühös. Ezt nem lehet megkönnyíteni. Mindenki tudja, hogy ez a helyes döntés. Helyes és elkerülhetetlen. Már rég meg kellett volna hoznom. Nagyon rég. Tudod, miért nem tettem meg eddig? Mert én vagyok a legnagyobb idióta. A hülyék királya vagyok. Azért ez túlzás. Dehogy túlzás. Gyerünk, kérem a díjamat. Ami a világ legnagyobb barmának jár. És Handénak mondtad már, hogy elválsz? Nem, még nem. És nem is fogom elmondani. És te se szólj neki, kérlek. Akkor mit fogsz csinálni? Utólag vágod a képébe? Nem fogom. De hát Handétól csak is a házasság választ el. Nem igaz. A makadsága választja el tőlem. Ezért hoztál azt a pasast is a bulira. Mégis mit mondhatnék neki? Hande, elváltam. Most dobd a pasit és legyünk együtt. Én meg elfelejtek mindent, amit tettél. Akkor most rajtad a sor, hogy makacs légy. Ez érett hozzáállás. Emir, ilyenek vagyunk. Emir, itt vannak az újságírók. Mint látják, már én is újra munkába álltam. Nem hagyhatjuk, hogy a történtek elhalványítsák a jó dolgokat. A céljainkat így is elérjük majd. Önnek mi a célja, Emir úr? Az, hogy a csúcsra jussak. És hogy addig is a szórakoztatóipar központi szereplője lehessek. Emir úr, mondja, változott bármi az életében a támadás óta? Mi egy csapatként léptünk tovább a dolgon. Mindig vannak ünneprontók, de a mi bulink nem állhat meg. Emir úr, mondja, változott bármi az életében a támadás óta? Mi egy csapatként léptünk tovább a dolgon. Mindig vannak ünneprontók, de a mi bulink nem állhat meg. Mi egy csapatként léptünk tovább a dolgon. Mindig vannak ünneprontók, de a mi bulink nem állhat meg. Megtennéd, hogy most kikapcsolod? Nem akartam Edzsével együtt szerepelni. Csak üzenni akartam annak a pasasnak, hogy nem sikerült megtörnie minket. Jól van, értem. Csak azon gondolkoztam, mennyi ideig fog még tartani ez az üzengetés köztetek. Amíg meg nem érti, hogy nem kapja meg, amit akar, és fel nem adja a kötözködést. Az én édesanyám főztje. Jó étvágyat, kedvesem, egyél csak, kisfiam. Tedd csak boldoggá édesanyádat. Akif. Építésvezető lettél. Gratulálok. Tudod, bácsikám, keményen dolgoztam. Megküzdöttem azért, hogy előléptessenek. Mehmet, mi van a karoddal? Jól érzed magad? Jól, csak egy kicsit fáj még azért. Majd lesz jobb is. Hol van a többi családtag? Mi van a friss házasokkal? Azt hittem, itt lesznek, hogy lássanak. Mégiscsak úgy illene, nem igaz? Hogy megjelennek a rokonuk előtt. Azt megéreztem ám magamnak. Ezért Gülszüm és Feriha is kap majd a fejére. Az egyik a hugom, a másik a fogadott hugom. Hogy képzelik, hogy nem mutatják be nekem a férjeiket? Gülszüm, szóval a férje, az én vőm Koray, igazán remek fickó, de mint Szeher is mondta, most gyengélkedik. Beteg, és sokat kell még pihennie, fiam, ugye érted? Szerintem most is alszik, biztosan. El vagyok képedve, anya. Amióta Isztambulba érkeztél, sokat változott a motorod. A húgom férjhez ment. És én még az esküvőjén sem lehettem itt. Alig 3-4 nap múlva elutazom. A sógorommal most sem fogok tudni találkozni, de jó, ha beteg, hát beteg. Majd eljön máskor. Na és a másik pár? Feriha és a férje odafent laknak nagyon közel. Remélem, ők azért megtisztelnek a jelenlétükkel. Teljesen igazad van, fiam. Teljesen. Ők túl sokat dolgoznak, azt hiszem, és közben megfeledkeztek a hagyományokról. Figyelmeztetnünk kell őket. Mehmet, menj fel majd evés után a húgodékhoz, és hívd meg őket holnap estére vacsorára. Várjuk őket. Helyes, még könyörögjünk nekik. Jól áll az a nyaklánc. Kérhetnék még egy utolsó dolgot tőled? Nem tudom, mit tehetnék még, Gülszüm. A bátyám most itt van. A bácsikáméknál lakik. Csak néhány napig marad a városban. Tudod, ő elég dühös ember, Korály. Ha rájön, hogy el fogunk válni, élve megnyúzza az anyámat. Csak néhány napot tölt itt, aztán visszautazik Szaúd-Arábiába. Szeretne találkozni veled, még itt van. Meghívták Feriháékat is vacsorára. Ha nem hiszel nekem, felhívhatod Emirt. Ők is ott lesznek majd velünk. Csak egy vacsora. Ennyi az egész? Igen, csak egy vacsoráról van szó. Egy vacsora és ennyi. Gülszüm, ugye szóltál anyádnak, hogy elválunk? Igen, elmondtam. Rendben. Köszönöm szépen. Szia, Feriha. Bejöhetnék most egy percre? Gyere csak. Hello, Emir. Jó étvágyat. Köszi. Hozzok neked is egy tányért. Nem kösz, már ettem. Lentről küldtek hozzátok. Valami baj van? Akif most itt van. Ó. Azt hittem, már gond van. Ő Gülszüm bátyja. El tudnátok jönni vacsorára holnap? Meghívtok vacsorázni magatokhoz? Igen, titeket és Gülszüméket is. De ne értsétek félre, ez nem jelenti, hogy tárt karokkal fogadunk majd ezután. De most eljátszhatnánk azt, hogy egy család vagyunk. Na, jó éjszakát. Holnap majd találkozunk. Együtt fogunk vacsorázni. Jó reggelt! Jó reggelt, Szeher! mi újság? A reggeli ima miatt keltél korán? Van itt izgalmasabb teendő is az imánál. Amúgy is mindig azt mondom, ki korán kell, aranyat lel. Ó, és te úgy tűnik, korábban kezd, mint bárki más a házban. Mindegy, főzök egy kis teát, ha most megbocsájtasz. Ne felejts el hozni valamit a pékségből, jó? Baklavát esetleg, vagy amit csak tudsz, mindegy, csak török édesség legyen. Feriha, szerintem remek este lesz. Én is remélem, de annyira izgulok. De talán lassan minden a helyére kerül majd. Ahogy mi is egymásra találtunk újra. Menj csak. Háló, tessék? Feriha, jó reggelt. Ha Emir nincs otthon, szeretnék oda menni, hogy válthassunk pár szót. Én nem értem. Nyakunkon a szezon, nem igaz? Hogy lehet ilyen kevés a foglalás? Jelenleg ez a helyzet. Komoly probléma adódott. De hát hogy lehetséges ez? Miért tart ennyi ideig az egész felújítás? Nem ebben egyeztünk meg az építéssel. Túl sokáig tart, én ezt nem értem. A felújítás miatt kevesebb szobát tudunk kiadni, de mint látja, így is üresedés van. Nagyon kevés a foglalásunk. Szeretnék egy meetinget tartani. Hívjon fel mindenkit. A marketingesek is legyenek ott, és az utazási iroda képviselői is. Azt akarom, hogy mindenki megjelenjen. Nem inna egy kávét? Nem. Köszönöm, de nem kell fáradnod. Tudod, az, hogy felhívtalak és idejöttem, egyáltalán nem volt könnyű. Nem tudom, miről akar beszélgetni, de én is ideges vagyok. Mi kettőnknek csak egyetlen egy közös témánk lehet a világon. Emir. Egyikünk sem akar fájdalmat okozni neki. Nem szeretnénk, ha bármiféle bajba keverné magát. És azt sem akarjuk, hogy ezt a klubot vezesse. Már beszéltem vele erről. Bármit teszünk, ő hajthatatlan. Ismerem őt, nem adja fel a harcot. Na és? Hogy hívják a lányt? Ece. Ő sem akarja otthagyni a klubot. Emir nem akarja, hogy elmenjen. Ha Emir jön el, ő veszít az apja ellen. Ha Ece jön el, ő fog veszíteni Yavuz ellen. Emirnek egyik lehetőség sem tetszik. Igen. Ezzel én is tisztában vagyok, de azt mondta, hogy veled szemben sokszor alul maradt már. Csak te tudsz felülkerekedni rajta. Miért nem akarod még egyszer megtenni érte? Ha ezzel megmenthetnéd a veszélytől, ami ott leselkedik rá. Én talán nem akarom biztonságban tudni. Használd az eszed. Jó ég tudja, hányszor hazudtál már neki és verted át őt korábban. Most megtehetnéd. Újra. Azért, hogy ezúttal jót is tegyél vele. Csak is te. Te mentheted meg a veszélytől, ami ott vár rá. Ez nem nagyon val magára, kerem. Nekem ez nem tetszik. Olyan, mintha nem is lenne tárgy az estének. Csak Emir malmára hajtjuk a vizet ezzel. Csináljon már valamit. Mit beszél itt, marhaságokat? Meg tudja oldani, ha nagyon akarja. Na, sok sikert hozzá. Csak jó hírrel hívjon. Viszont hallásra. Ez egy kétszínű kígyó. Szörnyű, hogy milyen emberek vannak. Te meg mit csinálsz itt? Úgy éreztem, tartozom egy látogatással, Ünal úr. Nem kellett volna ide jönnöd, Yavuz. Ez csak kérdéseket fog felvetni. Hogy miben sántikálok. Ugyan, mit aggódik? Hiszen én itt csak segíteni szeretnék magának. Na és... nem kapok valamit? Fiam, viszkit. Itt vagy, és ez nem tetszik, Yavuz. Sokkal elővigyázatosabb szoktál lenni. Csak hogy nem nekem kell vigyáznom. A fiának több oka lenne rá. Tudja, nekünk van közös múltunk. Ezért is figyelmeztetem. Na, álljunk meg egy percre, Yavuz. Jobban teszed, ha eszedbe vésed, hol a helyed. Elsőre még megúsztad. De ha újra történik valami, már nem segíthetek rajtad. A fia most túl nagy fába vágta a fejszét, Ünal úr. Ha elveszi azt, ami az enyém, akkor nem állok jót magamért. Tartsa őt vissza. Tartsa vissza, vagy baj lesz. Ez sem ígérkezik túl jó estének, Ece. Tudja, mennyire korán van még? Szinte alig ment le a nap. És egyébként is a klubunk vezetője sincsen még itt. Emir ma nem jön be. Miért? Ő és a haverja szabad napot vettek ki. Az a Mehmet, vagy hogy hívják, valami családi vacsorára mennek. Ha Emir szabad napot akar kivenni, jó oka van rá. Ece kisasszony! Odadná a kulcsát, kérem. Valamelyikünk arrébb áll a motorjával, mert útban van. Majd én intézem. Ó, Szarafólu papa eljött hozzánk. Gyorsan félreállok a motorral, és jövök vissza. Hogy gondolhatsz ilyeneket rólam? Igen, megfenyegettelek, de... csak azt akartam, hogy megértsd, mennyire idegesítő a kis barátnőd. Hogy nézhetsz ki ilyet belőlem? Se a kapcsolatunkat, se Nevbahárt nem gyaláznám meg így. Ezt hogy merészeled? Mert te ilyen vagy, Szalem. Jól gondolom, hogy nem csak inni jöttél ide? Úgy hallottam, hogy itt vizezik az italokat. Igen? Én csak örülök, ha már felhagytál a dologgal. Akik ilyeneket pletykálnak rólam, már sehol sincsenek, trottyos vén emberek mind. Szóval már érinthetetlen vagy? Szóval azért jöttél, hogy viccelődj velem? Miért nem a saját klubodban nevet kérsz? Van itt valami, ami az enyém, és vissza akarom kapni. A fiam a vérét adta ezért a pöcegödörért. Én is meg akarom bosszulni a dolgot, de ez inkább a rendőrség dolga. Gondolod, hogy ők a végére járnak ennek az egésznek? Ez komoly? Ne röhögtess! Ez már a második eset. A múltkor a kórházban hagytam, hogy így beszélj velem, de azt nem fogom engedni, hogy így nekem esél a saját klubomban, Ünal. Az nem tetszik talán, hogy kimondom az igazságot és az orrod alá dörgölöm. Bekövetkezett, amitől féltél. A klubodat megbélyegezték. Vagy mit gondolsz? Emir Szarafolu neve megmenti majd ezt az ocsmány kis patkányjukat. Tudod, hogy miért vagyok itt, Bülent? Van egy sejtésem, de nem akarom elkiabálni. Félek, ha kimondom, elmész. Tudod, én próbáltam helyesen cselekedni, de hiába is tettem bármit. Van, aki így is a legrosszabbat feltételezte rólam. Szóval arra gondoltam, akkor hadd legyen csak igazuk. Engem már nem érdekel. Szalem. Bármit is szeretnél, én megteszem. Ez így jó lesz. Tökéletes. Ott fogok vacsorázni, ahova eddig csak hivatlanul törtem be. A férjemmel és a családommal leszek. Koray, hálás vagyok, hogy eljössz. Remélem, sikerült megoldani a gondjaitokat. Nem lehet könnyű a munkád. A felelősség mindig sok bajjal jár. Ez így van. Na és, elégedett vagy Mehmettel? Jó munkaerő. Remekül együtt tudunk működni. Milyen nagyszerű fickó is ez. Beveszi a családot is. Ez dicséretes. Egy nap talán engem is meghívsz oda dolgozni, mi? Persze. Ha a bácsikám nem bánja, hogy egy helyen melózunk. Ó, Akif, az ajándék, amit Feriháéknak hoztál, a kis szobában van. Még jó, hogy eszembe juttattad. Csak szerény kis ajándék, de nem akartam üres kézzel jönni. Majd én megyek, és idehozom gyorsan. Nem, majd én megyek. Add ide, add csak ide! Így né. Olyan szép vagy, édes lányom. Az én lányom csak aranyat és sejmet érdemel, csak is a legjobbat. Jaj, nem adlak én oda senkinek, drága kislányom, nem adlak. Nem adlak, ne félj, ne sírj. Sírtál már így is eleget, kislányom. Ne sírj, drágaságom. Nem is emlékszem, hogy odaadtam azt a babát neked. Mert nem adtad oda. Csak eldobtad. Nem hagyja sokáig magára a nejét. Rendes ember. Azt várod, hogy hazajöjjön Levend? Nem kell, hogy ma lássam meg. Azt hiszem, előbb vagy utóbb majd úgy is rájön a dologra. Dolga akadt. Elment Izmirbe. Csak reggel fog visszaérni. Reggelig még sok időnk van. Úgy látom, ti igazi magányos farkasok vagytok. Egy családi összejövetelen viszont mindenkinek ott kell lennie. Alig várom, hogy holnap a rokonokat is megismerhessem. Koray családja Ankarában van most. Mi az, hogy Koray családja? Hisz az ő családja azért már a tiéd is, nem? De ha ők most távol vannak, mi van nálatok? A te szüleidet megismerhetem? Ők sajnos nem érnek rá, mert elfoglaltak. Bocsánat, csak a torkom, elnézést. Hát én őszintén mondom, anyám a tanundá. Nálunk azért nem szokás ilyen sietősen elvenni a lányokat. Egyik őtök sem várta ki illendően az eljegyzési időszakot. A két jó barát a hagyományainkat nem tisztelve házasodott meg. A ti hagyományaitokról még nem is hallottunk. A ti egybekelésetekről még csak fényképet sem kaptunk. Semmit sem láttunk. Eléggé szűk körül volt a ceremónia. Igazából még esküvőnk sem volt. Mostanában ez a divat, vagy mi? Szóval, az egyik őtök egy képviselő fia. A másik meg igazi híresség itt Isztambulban, igaz? Elvettétek a gyönyörű lányainkat. És mi még esküvőt sem kaptunk. Hogy nyugodhatnánk ebbe bele? Igazad van, Akif bátyám, de hát ezek a lányok úgy tűnik ilyenek. Igen. De legalább már láttalak téged a férjeddel, Gülsüm. Szóval már boldogan halok meg. Csodás ez. A család két lánya. Ez a két csodálatos lány elhozta férjüket, hogy mindegyütt ülhessünk az ünnepi asztalnál, igaz, drága kis családom? Mi mást akarhatnál a gyermekettől, bácsikám? Egy unokát, igaz? Igen, ezt jól mondod. Kapkodj csak magad, sógor, már azóta várjuk a nagy hírt, mióta megtudtuk, hogy összeházasodtok. Ezt mondom neked is, Feriha. Adjatok nekünk egy kis unokát, hadd örüljünk. Ha a vállás előtt összejönne egy gyerek, talán a házasságotok is megmenekülne. Jaj, édes Istenem, valami rosszat mondtam. Jaj. Gülsüm, miről beszél Szeher? Semmiről, Akif bátyám. Ki fog elválni? Miért mondtad ezt? Én sem értem, mire gondolhatott. Talán Szeher csak félrebeszélt kicsit. Szeher kicsim? Mondd, hogy csak félrebeszéltél az előbb. Talán csak elfogyott a pénze. Nem igaz, Szeher? Pedig elég sok mindent loptál el tőlem. Azoknak az értékét mind elverted? Tudják, hogy egy rohadt kis tolvaj vagy? Ezek szerint nem. Koray. Eddig jól titkoltad. Te meg miről beszélsz? Majd a feleséged elmondja szépen, hogy hogyan járkált be a házamba. És lopta el egy csomó cuccomat. Elcsavarta Gülszüm fejét is. Szeher, hallja, miről beszélsz? Koray, gyere! Sajnálom, Riza úr. Őszintén. Isten áldja. Gülszüm. Mindenkitől elnézést kérek. A jóisten segítsen meg. Ezért te még megkapod a magadét. Jobb, ha most nem hagyom magára. Mi volt ez? Mégis mit tettél? Azt, amit kellett. Az a nő nem hagyott más választást, mikor előjött a válással. Ő kezdte. Gratulálok, Koray. Emir, elég. Beszéljünk odafent, jó? Én hazamegyek. Most inkább én is mennék, Feriha. Koray, ha nem bánod, én is inkább hazamennék veled, és otthon maradnék ma este. Egy kicsit össze kell szednem magam, ugye nem gond? Bele sem merek gondolni, mi folyik odalent. Mit csináltál a cuccaival? Azonnal mondd meg, vagy esküszöm. Természetesen mindet a szegényeknek adtam. És csak azért tettem, hogy ne váljanak el. Inkább meg kéne köszönnöd nekem a dolgot az üvöltözés helyett. Szeher, ne akart, hogy megüsselek. Elég volt, Mehmet, elég volt. Egyszer még úgy is eléled, hogy megfofosszalak. Őszintén, én csak miattuk tettem az egészet. Anya! Te tudtál a vállásról? Válaszolj már, anya! Elég volt, fejezzétek be, elegem van! Hát meddig kell még tűrnöm ezt a viselkedést? Befejezni! Gülszüm kicsim, nem akarsz mégis visszajönni hozzánk? Vagy ha szeretnéd, én is oda megyek hozzátok. Akárhogy is, de fontos lenne, hogy beszéljünk. Semmi baj, tényleg. Ne aggódj. Szerintem nem segítene az sem, ha beszélgetnénk. Jó, de a telefonomon mindig elérsz, rendben? Bármikor felhívhatsz, ha beszélgetnél, jó? A lentiekkel megbeszélek majd én. Jól van, Feriha. Úgy sajnálom. Legalább végre egy asztalnál ültünk. El sem hiszem, hogy így végződött az este. Lehet, hogy ez volt az első ilyen este, de nem az utolsó. Lesz ez még jobb is. Annyira jól esik, hogy próbálsz vigasztalni. És az is, ahogy ott viselkedtél. Tudom, hogy furcsa volt neked, és szokatlan. Tisztában vagyok vele, de minden, amivel odalent próbálkoztál, nekem rengeteget jelentett. Furcsa volt. De mindegy. Ők a te családod, szerelmem. Szóval ideje már hozzájuk is közel kerülne. Hatice, Akif, gyertek és üljünk az asztalhoz. Torkig vagyok attól, amit a vacsoránál kaptam. Minek ülnék oda? Fiam, ne szomorítsd el anyádat, kérlek. Először lehiggadunk és mindent átbeszélünk szépen. Úgy várhatott tőlem, hogy lehiggadjak, bácsikám. Örültem, hogy végre megismerhetem a sógoromat. Erre kiderül, hogy már rég kirakta a húgom szűrét. A mi dolgunk ezen háborogni anyáddal, és nem pedig a tiéd, Akif. Beszéljük át a dolgokat, higgadjunk le, és minden rendbe jön majd. Én igazán nagyra becsüllek téged, bácsikám, de ezt akkor sem hagyhatjuk, hogy ekkora szégyent hozzanak a családunkra, nem? Majd én jól megmondom nekik a magamét. Hívjátok fel Gülszümöt. Te pénzt dobtál a saját feleségettől, és még van képed engem tolvajnak nevezni. Micsoda szégyen ez! Ugye felfogtad, hogy ez mennyire nevetséges? Jó, akkor miért nem válaszolsz? Az a pasi azt mondta, megloptad. Csak a jó akaratom áldozata lettem, hát nem érted? Az a lány térden csúszva könyörgött nekem, és csak nekem mert elmondani, mi történik vele. Én segíteni akartam neki. Láttam egy filmben, hogy bejött, szóval megrendeztem a rablást, igen. Ha gondolod, maradhatsz, és lehet, hogy sokáig tart majd. Akkor itt leszek. Apa, én épp hozzád jöttem. Ne gyere be, édesem. A nénikéd nincs jó hangulatban. Mehmet és Akif eléggé kiborította sajnos. Szeher megérdemelte, amit tegnap este kapott. Hagyjuk most Szehert. Hagyjuk őt, drágám. Beszélj Gülszümmel és mondd meg, hogy majd mi kifizetjük a férjének az összeget, amennyivel megkárosította őt Szeher. Rendben van, drágám? Laudon Andrea, Mayer Marcell, Mohácsi Nóra, Pekár Adrien, Penke Bence, Sallai Nóra, Sándor Barnabás, Tamási Nikolett. Magyar szöveg Hegyi Krisztina. Hangmérnök Kelemen Tamás. Gyártásvezető Boskó Andrea. Szinkronrendező Bartuc Attila. A szinkron a TV2 csoport megbízásából a Pannóniában készült. Produkciós vezető Kovács Anita. Anla sana yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla beni orada çocuk yarım bile sarıp sarmana, kilidini sağ uzaklara bulunmasın bir defa. Esar ettin böylesi maklum, anla sana yüreğinin en ücra köşesiyle al beni, sakla beni orada çocuk yarım bile sarıp sarmana, kilidini sağ uzaklara bulunmasın bir defa. Esar ettin böylesi maklum, anla sana yüreğinin en hatıra köşesine al beni, sakla beni orada çocuk yanım bile sarıl.